Ezek antirasszista teknősök, ez jól látszik egyébként a páncélzatokon. A falfestményét mutatja Nagy Dávid, a Kétfarkú Kutyapárt pártigazgatója. Két teknőst, egy kis tavat és egy virágot festett a falon lévő zsidó SZDSZ feliratra. A gyermekével sétált a Megyeri úti panelház mellett, amikor feltűnt neki az évtizedek óta ott lévő falfirka. 10 évesen szánkoztam, 2007-ben az akkor 16 év legalább, és gondolom nem akkor került ez fel. Miközben átfestette a feliratot, a házban élő szolgálaton kívüli rendőr kihívta a kollégáit, akik igazoltatták. És akkor elkezdődött a helyszínelés, megkérdeztek, mit csináltam, voltak nagyon vicces rendőri párbeszédek, hogy a központ nem hitte el, hogy teknős, és akkor most ők ezzel fognak foglalkozni munkaidőben. Végül a rendőrök elengedték őket, de azt mondták, valószínűleg eljárás lesz az ügyből. Kerestük a BRFK-t, kérdésünkre azt írták, további vizsgálat kell hozzá, hogy megállapítsák, történt-e szabálysértés vagy bűncselekmény. A Kétfarkú Kutyapártnak több alkotása is van itt a kerületben. Ezt a levegőztető csövet például több órás munkával alakították át huszárnak, és azt mondják, ezt még senki sem kifogásolta. Nem sokkal odébb egy elektromos kapcsoló szekrényből lett miniatűr panelház. Még egy sárga sört volt. Megyek mindjárt. Hey. A Kétfarkú Kutyapárt, ahogy ők mondják, passzivistái rendszeresen hajtanak végre hasonló festőakciókat. Tavaly a debreceni orosz főkonzulátus épülete előtti járda szegély köveit festették kék-sárgára, az ukrán nemzeti színekre. Így tiltakoztak a háborús agresszió ellen. A Blaha-Lujza téren pedig átfestették a metro egyik, szerintük unalmas szellőző nyílását, emiatt 90 ezer forint bírságot kellett fizetniük. Az Alkotmánybíróság korábban kimondta, hogy nem számít rongálásnak, ha politikai véleményt nyilvánít valaki, például falfestéssel. A kúria idén januárban ugyanakkor egy másik ügyben úgy döntött, a vélemény nyilvánítás szabadsága nem járhat mások tulajdonának megrongálásával. Nagy Dávid szerint nem sokára kiderülhet, hogy a bíróság ebben az ügyben melyik iránymutatás alapján jár majd el.